szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. A főnök is kiemelte az ünnepelket, a Mányi Tibort, főorvost és kedves feleségét. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy az elnöki tanács nevében kitüntetést átadjam. Tanács elnöke hosszan méltatta a nyugalomba vonult igazgató főorvos érdemeit. A főorvosi kar a jelenlévő vendégek meghívottak egyetértő elismerése mellett. Ez felépült ennek a kis hazának a legkeleti végén. Te már jól erősebb viszontos izigvédi helyzettanítvány, Nyíregyháza tisztelt polgára voltál. Máshol hivatkoztunk, máshol beszélgettünk, betegek gondjárvaját beszéltük meg, a szakmát tárgyaltuk át nap, mint nap. Sokszor begykálkodtunk, az élet dolgait beszéltük, de ez soha se került jó formán szóba. Évet többszörös kiváló dolgozó munkaérdemben csak tehát munkáját kitüntetésen ismerte a társadalom. Szinte minden társadalmi megmozduláson. És ha te ott voltál, már mentünk is. Sokan. A példa ragadós volt. Tudtad, hogy az élet jelentős történései a fórumon történnek. Az ezzel foglalkozó könyvek böngészgetése. Utazásaidat is ehhez igazítottad. Életemben 37 éve, világéletemben manuális ember voltam. Sose a szavak embere. Inkább mindig a műtőben dolgoztam, amit beszéltem. És nagyon nehéz versenyezni olyan emberekkel, akik ugye hát, akiknek az a foglalkozás, az a szóban tudják az embereket irányítani, és szóban tudnak hozzászólni dolgokhoz. Adresszál. Én kétségtelen 24-25 éve, 25. éve vagyok, ugye a kórház üres volt, és még az ágyakon is magunk figyelünk fel a kórterembe. Azóta hát dolgozom Fehérgyarmaton, és szerencsésnek mondhatom magam, a sebészeti pálya rendkívül buktatós és rázós. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy komoly problémám, komoly, mind jogi, mind szakmai problémám nem volt sok. Itt a utánam következő főorvos ki lesz, azt senki nem tudja megmondani, mert Budapestnek is, Budapesti szakmai kollégiumnak is van beleszólása. Ezután szeretném megköszönni a magas kitüntetést kormányzatunknak, Bánóczi elvtársunk keresztül a kormányzatunknak, és természetesen a helyi pártvezetőségnek és tanácsi vezetőknek, ő javaslat nélkül ezt nem kaphattam volna meg. Nagyon köszönöm, hogy lefáradtak, és hogy ilyen ünnepélyessé tették búcsúzásomat.
Közel egy órás előadást tartott dr. Áfi József, a Magyarország főszerkesztője, a Városi Művelődési Klub értelmiségi összejövetelén október végén. Az előadást követően mintegy 22 kérdés fogalmazódott meg, erre mindegyikre őszinte kedvességgel adott választ a legkíváncsibb, legérdeklődőbbeknek is. Többek között az is elhangzott, meddig tűrjük még el és eltűrjük-e az atomháború veszélyét. A közvélemény a világban a szép lassan kezd fordulni abba az irányba, hogy nem szabad megengedni sokára. Mennyi a mozgásterük a kis ország? Tulajdonképpen van mozgásterük, nem azt mondom, hogy széles, hát holnap nem tudunk, egy tudom én, Ausztráliával államszövetséget kötni, ugye magyar-ausztrál föderatív államot összehozni, vagy ilyesmit, de higgyem, hogy például a Magyar Népköztársaság is van egy kis mozgása nyugat felé, egy sor területen tudtunk előbb belépni. Nézze meg az NDK-t. Az most az utóbbi egy-két évben olyan érdekesen politizál, nyit nyugat felé, Nyugat-Németország felé, Honecker út, nyit a közös piac felé. Brüsszeli füles, hogy a közös piac az első megállapodását az NDK-val fogja megkötni. Hát ez 28 milyen anyagi gondokat hoz, és hogy mi lesz a forint értéke, inflálódik, hát sajnos bizony a jövő év az még elég kemény lesz minden optimizmusunk mellett, ezt mondom, csak az biztos, hogy szerintem azért olyan rossz nem lesz, mint amilyennek elképzeljük. Lázár György, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkár helyettese 1987. október 29-én csütörtökön Fehérgyalmatra látogatott. A pártházban, ahol a térség párt állami és gazdasági szervezetének számos képviselője volt jelen, Varga Gyula megyei elsőtitkár köszöntötte a résztvevőket, majd a fehérgyarmati ipari műszergyárba érkezett meg a csoport, hogy ott megtekintsék a gyáregység életét, mindennapi munkáját. Külön örömünkre szolgál, hogy Lázár Eszter személyével megtisztelte nagyon fiatal gyáregységünket. Én azt hiszem a bemutatkozáskor, amennyit értett Lázár Eszter, de hagyd ismételjen meg, Szeredi János termelési igazgató Eszter, a termelés első számú irányítója. Molnár János Eszter az alapszervezetünk pártitkára, Vadak Sándor Eszter a USB titkárunk, és Kanyó Gábor a KISZ alapszervezet titkára. A nagy derültség azzal magyarázható, Lázár Eftás azt a megjegyzést tette, hogy igen, végignézve az arcokon látta, hogy Kanyó Gábor a KISZ vezetője lehet. Az üzemben végigjárva, gyors tempót diktálva lehetőség nyílt arra, hogy szinte minden területet megismerve tájékozódjon a magasrangú vendég az ipari műszergyár termékeiről. Az út során végigkísérte a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójának riportere, stúdióvezető, helyettese, Ágoston István is, aki nem csak a nyíregyházi adónak, de a központi műsornak is összeállítást készített. Lázár György útja során találkozott Szarka Jenőnével, a Hámán katolszocialista brigád vezetőjével. Megtekintették azokat a termékeket, amelyek most közvetlenül nyugat-német exportra készülnek, egy villanymotor részeként. A vendég írta Hámán Kató szocialista brigád emlékkönyvébe is elismerő sorokat, és jó egészséget, jó munkát kívánva a kollektívának a soron következőkben rájuk váró feladatok megoldásához. Gyors volt a program, hiszen nem csak ez a gyár, de Fehérgyarmat és a térséggel való ismerkedés is feladata volt a vendégnek és kísérőjének. A
A beszélgetés közben László Béla, a Fehér Gyarmati Párbizottság első titkára a 45. rakosú térség olyan jellegzetességeit sorolta fel, mint a határmenti települések rohamos fogyása, a cigányság magas aránya, amely igen sok gond forrása egyben, egy bizonyos sáv ipar nélküliségét, az aprófalvas település szerkezetet, az országtól jóval alacsonyabb ipari és mezőgazdasági jövedelem, az alacsony nyugdíjas emberek nagy száma és más egyéb gondokat. A látogatás közben természetesen mód nyílott arra, hogy magával a várossal is megismerkedjenek. A párbizottság első titkára elmondta, hogy mindezekhez a gondokhoz társul, hogy fokozatosan csökken az állattenyésztési kedv, a kis településekről sorra kilépnek a kereskedelmi egységek, a szolgáltatások, ott a legminimálisabb igényeket sem képesek már kielégíteni. A pártszervezetek legfontosabb feladatait a fentiek adják, a pártagságnak e térségben is meg kell tanulnia újszerűen a konkrét helyzetelemzés alapján dolgozni.